Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Rokonaival tört be a kastélyba, mindent vittek, ami részből volt. Fejlesztés. Hamarosan befejeződik a bátaszéki-bátai szennyvízhálózat rekonstrukciója. Összefogás. Csikós Tötös összefogott Attila megsegítéséért. Egészségnap. Fiatal orvosokat láttak vendégül a tolnai szépkorúak. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Egy család tagjai törtek be a hűgyészi Aponyi kastélyba. Egy 62 éves szakályi férfi és rokonai vörös rézlámpákat és a szintén részből készült csatornát vitték magukkal az ideiglenesen használaton kívüli épületből. A rendőrök hamar elfogták őket, beismerték a lopást. Akár több százezer forint. Málika festék a hűgyészi Aponyi kastélyszálló kapujáról a kerten látszik, hogy régóta nem gondozták, térdig ér a gaz. A kapucsengőt, kamerát belepi a kosz. Az 1722-ben épült, védett műemlék jellegű épület 2010 óta áll elhagyatottan, használaton kívül. A helyiek úgy tudják, hogy 2016-ban megvette a szállót egy külföldi üzletember, ám azóta sem történt változás a kastély állapotában. Ez szúrt szemet egy 62 éves szakályi férfinak, aki családtagjaival együtt úgy döntött, betör az épületbe. Tettesek kerítés átmászva bejutottak a területre, majd ezt követően az ajtót kifeszítették, és az épületből különböző értéktárgyakat tulajdonítottak el. A betörők nem a mozdítható műtárgyakra fókuszáltak, hanem vittek minden fémtárgyat, ami mozdítható volt, több százezer forintos kárt okozva. A kastélyszálló gondnoka vette észre a betörést, aki feljelentést tett a rendőrkapitányságon. Például a vörösrész fali lámpák, illetve az épületről leszereltek jó néhány vörösrész csatornadarabot, melyet szintén eltulajdonítottak. A rendőrök hamar elfogták a szakályi férfit, aki beismerte a lopást, és elárulta, hogy unokahúgával, annak barátjával, valamint unokaöccsével együtt hajtotta végre a lopást. A nyomozást a Dombóvári rendőrkapitányság vizsgálati alosztálya folytatja le, a betörők több év börtönbüntetésre számíthatnak. Összefogott Csikós Tötös, hogy segítsenek egy bajba jutott családon. Az egyébként is nehéz helyzetet megélő családban, ahol egy sérült, állandó felügyeletet igénylő gyermek nevelése jelent mindennapi kihívást, most egy hirtelen jött tragédia is nehezíti az életet. A 28 éves Attila születési rendellenessége miatt mozgás és beszédképtelen. A család mindent megtett annak érdekében, hogy a lehetőségekhez mérten teljes életet élhessen. Nem tud se beszélni, se úgy egyedül étkezni, semmit önállóan nem tud, de ugye az értelme ahhoz mérten nagyon jó egyébként. Számítógépet is úgy kezeli, hogy a fejével működteti. Az egyébként is nehéz helyzetben aztán további tragédia történt. Attila édesanyja a közelmúltban elhunyt, így a vállalkozó édesapjának kell a továbbiakban gondoskodni a fiáról. A tragédiát követően Csikós Tötös összefogott. 150 támogatói jelentkezett, 145 magánszemély, illetve család, mondhatom nyugodtan úgy, sőt vállalkozás. Én nagyon büszke vagyok arra a térségbe, ahol minden nap én ott töltetem, hiszen ez egy olyan magas szám volt, ami engem is váratlanul ért, és nyilván ebben van egy banki átutalás, amely bizonyítja azt, hogy megközelítőleg, mint egy 3 millió forintot átutalhatunk Attila végleges elhelyezése céljából, amelyet csak is kizárólag a gyámhatóság engedélyével az édesapa arra a célra tud felhasználni. Attila mindennapi ápolásában a szomszédok és a családi segítséget nyújt. Azt remélik, rövidesen sikerül egy olyan nappali ellátóhelyet találni, ahol Attila élheti mindennapjait. Az adóbevallást érintő buktatókra figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Mint írják, a tervezetet ki kell egészíteni akkor, ha valaki például ingatlan bérbeadásából olyan jövedelmet szerzett, amelyről a hatósághoz nem érkezett kifizetői adatszolgáltatás. Továbbá visszaigényelhető adó esetén az adózónak meg kell adnia egy bankszámlaszámot vagy egy postai címet attól függően, hogy hova szeretné visszakapni a többletet. Emellett a papíralapú bevallásnál fontos, hogy annak főlapját mindenki aláírja, különben az egész dokumentum érvényét veszíti. A
A végéhez közeledik a Bátaszék és Bátaszenny vízhálózatának felújítása. A csatornahálózatot majdnem mindenhol kiépítették, a bátaszéki szennyvíztelep rekonstrukciójának próbaüzeme jelenleg is tart. A több 100 millió forintból megvalósuló beruházás júliusban fejeződik be. Még nem beszélve arról, amit nem mondtam, hogy a talajterhelés. Báta polgármestere éppen arról beszél, hogy itt a település alsó részén a helyieknek szippantós kocsit kellett hívniuk, hogy elvigyék a szennyvízüket. Számtalanszor okozott ez gondot, ám az új átemelő építésével és az új szennyvízhálózat létrehozásával mindez már a múlté. A beruházás Bátán 300 millió forintból valósul meg. Remélem, hogy nem sokára megtörténik a próbaüzem. Egy műszaki probléma miatt, ugyanis itt a Duna melletti részen olyan kőzet található, kőzetpad, így mondanám, amit nagyon nehezen lehet átfúrni. Na most a kivitelezés során ezt a kőzetpadot eltalálták, ezért egy plusz átemelőt kell megépíteni. Bátaszéken is sokat haladtak a szennyvízvezetékrendszer kiépítésével és a szennyvíztelep rekonstrukciójával az elmúlt hónapok során. Kövesd el Lajvéron a befejező szakaszokban vagyunk, a Gauzer telep teljesen készen van, a Orbánhegyi úton még az átemelő környékén dolgozunk, illetve hát az átemelőknek a komplett teljes beüzemelése, elektromos árammal való ellátása és egyéb dolgai, ezek még folyamatban vannak, ezek még zajlanak, ugye ezeket majd körbe kell keríteni. Környezetét kell rendezni, ezek vannak még hátra. Az új szennyvíztelepen a próbaüzem elindult, és várhatóan nyáron fejeződik be. Úgy tűnik, az első eredmények jók, mondta az előbb régió vezetője. Várhatóan itt azért úgy szeretnénk, ha itt május-júniusra meg lenne az a vizsgálatsor, ami már bizonyítaná, hogy a telep maximálisan tudja az előírt paramétereket minden üzemállapot folyamán. Bozsolik Róbert bátaszék polgármestere szerint a 21. században már természetes, hogy egy lakóingatlan összközművesített legyen, ezért is nagy jelentőségű ez a beruházás, aminek köszönhetően a településen 2800 méter vezeték épül, és 152 új ingatlant kapcsolnak be a szennyvízhálózatba. Ezekkel a beruházási elemekkel gyakorlatilag a város 100%-ban szennyvízcsatornahálózattal fog rendelkezni. A teljes fejlesztés várhatóan júliusban zárul le. A rendőri munkával ismerkedhettek meg a nagyberki Szász Endre általános iskola 3. osztályos tanulói a dombóvári rendőrkapitányságon tett látogatásuk során. Az egész délelőtt tartó rendezvényen a gyerekek megnézhették a rendőrség épületét és betekinthettek az ott dolgozók hétköznapjaiba is. A legnagyobb élményt pedig az jelentette a kisiskolásoknak, hogy megnézhették a fogda helyiséget, és beülhettek több igazi rendőrautóba is. Feljelentést tett a Jobbik korábbi szekszárdi elnöke ismeretlen tettes ellen, rágalmazás és becsületsértés miatt. Szabó Balázs azt mondja, korábbi párttársa, Gyöngyösi Márton, a Jobbik parlamenti frakció vezetője próbálja meg őt lejáratni, ezért kényszerült arra, hogy a rendőrséghez forduljon. Szabó szerint Gyöngyösi Márton korábban szintén feljelentette őt olyan számlák miatt, amikkel a korábbi szekszárdi pártvezető nem tudott elszámolni. Szabó Balázs azt mondja, ezek egyszerű rágalmak, és pont a Jobbik tartozik neki, nagyjából 1 millió forinttal. Mégpedig azért, mert hónapokon keresztül hiába küldte a párt központjába a szekszárdi iroda működési költségeihez szükséges számlákat, azokért egy forintot sem kapott. Tehát én a Tolna 01-es választókerületének voltam elnöke, sajtófőnöke, szekszárdvárosi elnöke, önkormányzati képviselője, gazdasági megbízottja. Mi nem kaptunk egy fillért se, de Tolna 2 és Tolna 3 például maradéktalanul, hiánytalanul megkapta. Ugye ez azért volt, mert köztudott, hogy Tolna 2 és Tolna 3 választókerületi elnöke behódoltak Schneider Tamásnak és a balliberális oldalnak. Még mindig nagyon sokan vásárolnak húsvétra élő nyulat, ezért az egyik hazai állatvédő egyesület Nyuszi Stop néven igyekszik felhívni a figyelmet a tudatos állattartásra. Tapasztalataik szerint az élő ajándékok hamar meguntá válnak, ezért sokszor egészen egyszerűen kidobják őket, ami bűncselekmény. Az ilyen esetekben az etetéshez szokott háziállatok az ember nélkül életképtelenek, további sorsuk megpecsételődik. Ezért az egyesület szorgalmazza, hogy csak az válasszon élő nyulat az ünnepre, aki képes róla egész életében felelősen gondoskodni.
Másodszor tartottak egészségnapot Tolnán. A Magházban lebonyolított rendezvény szervezőinek az volt a célja, hogy minél több szépkorú figyelmét felhívják a rendszeres szűrések fontosságára. Körönvizsgálatot végez az egyik orvos az egészségnapon. A rendezvényt a Vándorló Szépkorúak baráti köre szervezte. Az érdeklődők a sürgősségi ellátásról, a mozgás szerepéről, az időskorról és a házi orvosokról hallgathattak előadásokat. A szervezők célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára. A szűrővizsgálatok nagyon elterjedtek manapság. A szűrővizsgálatok lehetővé teszik azt, hogy egyes betegségeket még a tünetek előtt felfedezzünk, ezáltal a később kialakuló kellemetlen hatások, esetlegesen gyógyíthatatlan betegségek kialakulását megelőzzük. Gondolok itt a rákos megbetegedésekre, amik, mint tudjuk, nagyon gyakoriak manapság. A tavalyi program sikerére alapozva rendezték meg idén is ezt az eseményt. Azzal a különbséggel, hogy még tavaly egy előadást tartottak, idén már 4-en fogadták el a szervezők meghívását az egészségnapra. Most megváltozta a klíma minden, most például a bőrgyógyászok fog az időskori embereknek a bőrével foglalkozni, hogy teljesen másképpen kell kimenni a szabad levegőre, a napfényre, mivel kell védekezni, hogyan kell, és erre most úgy gondoljuk, hogy van mód és lehetőség. A rendezvényen a résztvevők kötetlenül beszélhettek az orvosokkal, tanácsot kérhettek, és különböző vizsgálatokon vehettek részt. A késő délutánig tartó egészségnapon több mint 50-en jelentek meg. 1977 óta minden esztendőben Bárdos Lajosra emlékezve zenei heteket tartanak Magyarországon. Ennek a sorozatnak a részeként indult útjára Tolna megyében Gerse József és Kempelen Tünde szervezésében a megyei kórus találkozó, aminek keretében idén 10 kórus lépett színpadra. Az alapító Kempelen Tünde szerint ezek a találkozók Bartók, Kodály és Bárdos Lajos szellemi örökségét viszik tovább. Az elveik azonosak, és hát ilyen módon Bárdos tanár úrnak is ismerik a gondolatait, és hát sokan tudják, őt magát talán kevésbé ismerik, de azért a régi tanítványai, és azok a kórusok, akikkel még együtt dolgozott, meg akiknek a vezetői még tanítványai voltak, azok azért ismerik, tudják. A Cinege Madár népdaléneklési verseny az 1990-es években indult, aztán sok év kihagyás után tavaly újra megszervezték. Az idei esztendőben a tavalyi siker után 31 egyéni versenyző és 28 csoport jelentkezett a viadalra. A szekszárdi és tamási selejtezőket követően a Tolnai megyeszékhely adott otthont a döntőnek. A zsűri 12 arany, 7 ezüst, 5 bronz és 2 kiemelt arany minősítéssel díjazta a fellépőket. Szépapák, nagyszülőknek az üzenetét is tovább tudjuk vinni, mert a 21. században van szerepe, de annyi szerepe van és lehet a népdalnak, azon túl, hogy mindenki ismerje meg, mert az elődeinknek a kultúrája, amennyit élménnyel ma élővé tudunk tenni. Virágokat ültettek a helyiek Bonyhádon a kertészeti tavaszváró napon. Ennek a rendezvénynek, csak úgy, mint számos más városi programnak, a közösségépítés, a mozgás és a környezetvédelem összekapcsolása volt a célja. Virágot ültettek Bonyhádon a tavaszköszöntő kertészeti napon. A művelődési ház mögötti téren megrendezett eseményen kiállítottak kertészeti munkagépeket, részt vettek a virágárusok, és egy fafaragómester munkájába is betekintést nyerhettek az érdeklődők. A szervezők így akarták ráhangolni Bonyhád lakóit a tavaszra, továbbá a közösségépítést is erősíteni, mondta el köszöntőjében Bonyhád polgármestere Filóné Ferenc Ibolya, aki maga is ültetett virágot a rendezvényen. Az volt a cél, és ezt álmodtuk meg, hogy a hagyományosan megtartott hosszú évek, vagy akár évtizedek óta megszervezett programaink mellett újakat is tudjunk életre hívni, olyanokat, amire még eddig nem volt lehetőségünk, és ez a kertészeti tavaszváronap pontosan ilyen művelődési központ ötlete alapján nagyon gyorsan és nagyon sokan csatlakoztak ahhoz, hogy megpróbáljuk a tavaszt is csalogatni, meg egy közösségi, egy összetartó erővel bíró programot is létrehívni. A bonyhádiak szerint fontos dolog a kertészkedés, mert így lehetőség van jókedvűen és tevékenyen eltölteni a szabadidőt. Legyen a városban egy olyan talán alapító rendezvény, amivel arra buzdítjuk a városlakókat, városkörnyéki lakókat, igenis találják meg a természetben azt a szépséget, amit a saját munkájukkal tudnak megalkotni, elérni.
A kertészeti nap csak az egyik jelentős esemény volt tavasszal Bonyhádon. Korábban több olyan rendezvényt is tartottak, ami az egészséges életmódra, vagy éppen a környezet védelmére hívta fel a figyelmet. Ilyen volt a kerékpáros rendezvény, amikor az ipartelepről tekertek a biciklisek a kaszinótérig, és a Teszed akció, ami Bonyhád tisztítására hívta fel a figyelmet. Regionális híreink következnek. Tűzesetek, balesetek. A hétvége mérlege a katasztrófavédők összesítésében. Az alapító igazgató emlékművét avatták. 25 éves a Gandhi gimnázium. Életre szóló élmény. Bagolytúrát szerveztek Szántódpusztára. Halálos tűzeset, több súlyos sérüléssel járó baleset. Ez röviden a hétvége mérlege. Bár kevesebbszer kellett vonulniuk a tűzoltóknak, mint a korábbi hétvégéken, de így is közel 20 esetben kellett beavatkozniuk. Tűzesetből kevesebb akadt az időjárás és a tűzgyújtási tilalom miatt, azonban a füst embert ölt Újpetrén. Pécsen autórocsból kellett kivágniuk a sérülteket. 17 esetben kellett valamilyen káresetnél beavatkozniuk a baranyai tűzoltóknak a hétvégén, mondja a katasztrófavédelem szóvivője. 6 tűzeset volt, az egyik emberéletet is követelt Újpetrén. Szobában egy ágymatrac gyulladt ki, a tűz átterjedt egy fotelre. Szóval igazából a tűzoltók kiérkezéséig ez a tűz az elaludt, viszont a ház az füsttel telítődött. Egy személy tartózkodott a házban, és sajnálatosan elhunyt, nem tudott kimenekülni a házból. Több baleset is történt, a legsúlyosabb vasárnap Pécsen. A plázánál volt egy baleset, ott két személygépkocsi ütközött, mindkét autóban 3-3 személy utazott. Az egyik autóban utazók könnyebb sérüléseket szenvedtek, ők a mentők segítségével ki tudtak szállni, ellátták őket, viszont a másik autóban a 3 személy súlyos sérülést szenvedett, és be is szorultak a gépjárműbe. A kiérkező tűzoltók feszítővágó berendezés segítségével tudták kiszabadítani őket. A Makai úton pedig egy személygépkocsi és egy motorkerékpár ütközött szintén vasárnap. A motoros utasa súlyos sérüléseket szenvedett, de a jármű vezetőjét is kórházba kellett szállítani. Az autóban ülők könnyebb sérülésekkel megúszták a balesetet. Bogdán János emlékművet avattak fel hétfő délután a Gandhi gimnáziumban. Az iskola alapító igazgatójának intelmei a mai korban is irányadók, hangzott el az ünnepségen. Ignác István, az intézmény jelenlegi vezetője, a gimnázium fennállásának 25 éves jubilóma alkalmából megrendezett ünnepi hét programjairól is beszámolt a fiataloknak. Idén 25 éve, hogy a pécsi Gandhi gimnázium megkezdte oktató-nevelő munkáját. A Gandhi 25 újra együtt elnevezésű jubilómi rendezvénysorozat egy különleges eseménnyel vette kezdetét hétfőn délután. Bogdán János emlékművét avatták fel a kollégium aulájában. Az intézmény alapítójának plakettje építkezések és új termek kialakítása miatt került át korábbi helyéről. Azt gondoltuk, hogy ide a kollégium épületnek egy központi helyére fogjuk áthelyezni. Nyilván azzal a céllal, hogy aki ebbe az épületbe bejön, azt találja magát szembe az alapító, igazgató emlékművével, hogy emlékét ezzel is megőrizzük. Az avató ünnepségen elhangzott, Bogdán János mindig is szívén viselte a tanulók és szüleik sorsát. Ezt a szellemiséget viszik tovább ma is az iskolában. Az eseményen Ignác István ismertette az ünnepi hét további programjait is. Az igazgató elmondta, egésznapos programokkal készültek a diákok számára. Többek között szakmai napot és cigány népismereti versenyt is rendeznek az intézményben. 25 órás cigány meseolvasást közvetítünk majd az interneten keresztül az érdeklődőknek. Szintén csak a 25-ös szám bűvöletében kollégák, vállalkozó kedvű kollégák és diákok döntöttek úgy, hogy egy 25 órás kerékpározás, folyamatos kerékpározás lesz itt az iskolában majd. A hét végén, szombaton pedig Gandhi napot tartanak az iskolában. Ekkor a régi és jelenlegi tanulók, oktatók találkozhatnak egymással, de minden érdeklődőt várnak, akik számára fontos a Gandhi gimnázium. Életre szóló élményben lehetett része azoknak, akik részt vettek az idei 9. bagolytúrán. A gyerekek számára a legizgalmasabb pillanat a fiókákkal való találkozás volt, de a felnőttek is csillogó szemmel simogatták a madarakat.
Kerékpárral, gyalogosan és autóval is érkeztek résztvevők a Magyar Madártani Egyesület dél-balatoni csoportjának bagoly túrájára a Szántóth-pusztai erdőbe. A gyerekek többsége távcsővel felszerelkezve érkezett a túrára. A többséget az égbolt és a magas fák érdekelték, de akadt olyan résztvevő is, aki inkább a talajszintre koncentrált. Persze a 9. bagoly túrán nem csak a madarakat figyelték meg, de az erdő élővilágával is ismerkedni lehetett. Aki a természetet amúgy is szereti, annak a természetét is érdemes, madarak is érdekesek. Ez egy szép hétvégi időtöltés, én úgy gondolom. Az első állomás egy tisztás szélén volt, ahol szokatlan mennyiségű ember gyűlt össze, mindenki a macska bagoly fiókákra volt kíváncsi, akik a fára szerelt költőládában mit sem sejtettek a népes közönségről. Ilyen és hasonló ládák itt körülbelül 30 darab van telepítve, általában lakottak, és van létjogosultsága, hiszen az erdők, mint látható, fiatalok, odvak kevésbé találhatók bent, hiszen a törzskiválasztó növedékfokozó gyérítések során az erdészet ezeket kiszelektálja. Madarak persze vannak, de költéshez nem jutnak. Aztán a szakember felmászott a létrán a bagolyfészekhez, ahol a tojó védte 5 fiókáját. Szerencsére sérülések nélkül sikerült leszerelni a harcias bagolymamát, s a fiókák többsége is földre érkezett. A túra résztvevői csodálattal igyekeztek közel férkőzni, és természetesen megsimogatni a kis madarakat. Nagyon cuki, a hangjuk eszméletlen. Mindenki próbálja megsimogatni, megtudni, hogy mit teszik, meg mekkora ő, és megtudtuk, hogy egy hetes, és nagyon jó élmény. A bagolyfiókák nyugodtan tűrték az emberi közelséget, sőt, úgy tűnt, mintha végig aludták volna az egész találkozást. Hát a baglyokkal nem könnyű találkozni, tehát ennél fogva ez a közeli találkozás mindig nagy élmény nekik. Azért azt, hogy meg lehet simogatni őket, kézbe lehet venni, egész közelről fotókat lehet csinálni, ez egész más, mint valaki csak mondjuk egy bekamerázott madárodut nézeget. Hallani még csak-csak lehet őket, de meglátni már jóval nehezebb. Ezért is hívta életre a Magyar Madártani Egyesület dél-balatoni csoportja 9 éve ezt a túrát. Ezzel a mottóval csináljuk tulajdonképpen ezt az egész programot, hogy aki egyszer megérint egy madarat, megsimogat egy madarat, az a későbbiekben biztos, hogy nem fogja bántani, és mi ebbe hiszünk, és ezért szervezünk ilyen és ehhez hasonló jellegű programokat. A bagoly simogatás után a fiókák és anyjuk épségben visszakerültek a költőládába, a túrázók pedig nekivágtak a balatoni rengetegnek, hogy felkeressék a többi hasonló helyet is. Fiúknál a Nikola Tesla szerb gimnázium, lányoknál pedig a Dunakeszi Radnóti Miklós gimnázium csapata nyerte a B kategóriás kosárlabda diákolimpia országos döntőjét. A B kategória azt jelenti, hogy érvényes versenyengedéllyel rendelkező kosarasok nem szerepelhetnek a csapatokban. Baranya megyét a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziumának csapata mellett a Lővei Klára gimnázium lány, illetve a Janus Pannonius gimnázium fiú kosarasai képviselték. A Szekszárdi Garai János gimnázium lánykosarasai ezüstérmesek lettek, míg a Nagy Lajos gimnázium játékosai a 6. helyet szerezték meg. A torna All-Star csapatába beválasztották a Szekszárdi Angyal Rékát is. Egyszer tudtunk készülni csütörtökönként, nagyon lelkesek voltak a lányok egész évben, úgyhogy azt gondolom, hogy amit ki lehetett hozni ebből a 7 mérkőzésből, kihozták maximálisan, és nagyon-nagyon boldog vagyok én is, és azt gondolom a lányok is. Mondhatnánk, hogy első bálozók voltunk itt, mert nem jutottunk még sosem 4 közé, úgyhogy azt gondolom, hogy az, hogy második helyen zártunk, nagyon boldogok lehetnek a lányok is, és én is az eredménnyel maximálisan elégedett vagyok. Végül mutatjuk, miről szólt a híradó. Rokonaival tört be a kastélyba, mindent vittek, ami részből volt. Fejlesztés. Hamarosan befejeződik a bátaszéki-bátai szennyvízhálózat rekonstrukciója. Összefogás. Csikóstöttös összefogott Attila megsegítéséért. Egészségnap. Fiatal orvosokat láttak vendégül a tolnai szépkorúak. Tolna megyében szerdán már sok lesz a felhő, csak időszakos napsütésben bízhatunk. Délelőtt legfeljebb elvétve, majd délutántól kezdve egyre több felé kell számítani esőre, záporok kialakulására. Hűl a levegő. Mérsékelt északkeleti szél fúj. Éjszaka további eső várható, többfelé jelentős mennyiséggel. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Viszontlátásra!